Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az ütőszólamok nyugalomra internet, nyugodtan készüljétek, biztos itt is van rosszabbik, csak én gondoltam, hogy addig is szóval tartanám ezeket. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Vét és Táplán Szent Kereszt lakosságát. Rendkívül megtisztelő, hogy a város első embere is itt van, úgyhogy én a zenekart kérném, hogy köszöntsük Kovács Pétert polgármester úrral. Tudom, hogy a szóljatok majd rám, hogy készen vagyok, mert én képes vagyok reggelig beszélni. A polgármester úr remélem a filmesek megelégedésére zsűrizett, és mindenki meg volt elégedve az eredménnyel. Mi ma este filmzenéket fogunk játszani, talán nem is meglepő, és most fogok a legtöbbet beszélni, aztán utána átadom én is a lehetőséget a zenének, hogy a zene nyilvánuljon meg. Beszéltünk arról, hogy majd a színpadon, de úgy így végignézek a csapaton, lehet, hogy első férfők volna a színpadon. Úgyhogy egész jó, kitaláltuk ezt, egész jó, koládios hangulat lesz. Akkor, mivel a aztán nem akartuk, hanem kilátom az ötöt kész, akkor a Jurassic Parknak a első akkordját. Oh,
most történt meg, én is hallottam el. Oh,
kedvenc filmemnek a zenéje következik, Dorog, azaz a Szikla. A börtönből szabadulunk éppen, ugye mindenki. Thank you.
jó létrejönni. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a zenekarunk itt lehetett Vép várossá válásának pillanatában is, tehát azon a napon. És azért is jó ide Vépre jönni, mert itt mindig jó a szervezés. Most éppen a ház vezetője, lehet, hogy még a langallót süti. Igen. Igen, de azért köszöntjük távollétében is Kiszapné Koszoros Juditot. Az lenne a kérdésem, hogy egy 5 percre lehetne az igazgatóasszony nélkülözni, mert most az a zeneszám következik, amit ő kért, hogy azt mindenképpen játsszuk el ma este. Sportpályán van. Sportpályán, messze. Hát akkor rajzfilmslágerek, magyar rajzfilmslágerek következnek. Felveszem neki videót. Jó, nagyon jó, de minden esetre több ember mondja el, hogy ezt direkt neki játszottuk el más videót. Thank you.
mindenki mondja meg, hogy ezek közül melyik tetszett neki a legjobban. Melyik? A doktor Bubol, nagyon jó! Drága vagy, ha lenne nálam cukor, akkor vagy csak ki meghinnál nálam, mert te mentettél itt meg. Minden felnőtt ilyen nagyon szerény, ki aztán nem szólal meg, te vagy a legbátrabb, tündér vagy. A következő zenét neked játszok, ilyen Janászek Ferenc vagyok, téged hogy hívnak? Abigail, úgy gyönyörű szél. Akkor most itt az alkalom, hogy bemutassam anyukát, akinek szintén Abigail lánya van. Tornai Katinka. Ha már bemutatásnál tartunk, akkor Árpi bácsi, aki egyébként Tátánki Szentkereszt kántora is egyben, Tornai Árpád, és akkor hadd mutassam be önöknek, nagy-nagy szeretettel. Van még egy alapító tagunk, akit úgy hívnak azt, hogy nevében mindig bajba vagyok. Jaj, már de ne segíts, kijön. Schlaffer, Varga Zsófia. És a férje is jön velünk Prágába, és ebből kiderül, hogy nyáron Prágába megyünk egy ottani művészeti fesztiválra. De jó, hogy ezt is el tudtam dicsekedni. Mi a következő? Igen, hóhó, most tessék nagyon félni. Szellemírtó. De lesz benne rendőrség és sok minden. We'll be right back.
el nem felejtsem említést tenni arról, amit látják, Nagy Gábor, most visszajön a tenorkör szólamba, mert előbb basszusgitározott, és akkor adragadja meg az alkalmat, hogy külön egy nagy tapsot kérjek az előbbi számért, basszusgitárért, a Tubának és az egész ütőszólamnak szívességet. Tehát mi már előre megyünk. Nincs véletlenül valakinél egész szeretlen egy fúvós zenekari első vadászkültös sorozat. Abigail nálad nincs véletlenül. Ez be voltám építve a mai
aki nem olyan túl rövid, valaki siet haza, valamilyen tévéműsor, foci meccs és egyéb miatt? Bocsánat, bemutatkoznék azonnal. Jánosan Ferenc vagyok. Hallották önök is? Reggelig elhallották. Jó, muzsikusok reggelig maradom. Még mindig igazgató asszony süti a langalót, ugye? Igen. Maradunk a langalóra. Thank you.
Attila, a tapsot folytatott. Kemény zsűritag és tapsoló.